után zenével folytatjuk, vagy legalábbis beszélünk zenéről, de aztán szerintem még zene is lesz ezen a vonalon is, de most hagyjuk a rébuszokat. Itt van Lukács Balázs, Szabó Judit, Fanni, vagy aki csak Fanni, majd ezt ő elmondja, illetve István Gergely, az Irigy János Református Szakközépiskola és Diákotthon tehetségpont, zenei tehetség gondozó műhelye képviseletében, ugye ez az ETM Group, hogyha minden jól megy, rövidítésileg, de ha rosszul mondtam valamit, ezt úgyis el fogják ők majd mondani. Üdv mindenkinek, hello, diákok és a tanár úr. Hát tegeződünk szerintem, mert hogyha a tanár úrral is mi ezt megteszünk, akkor szerintem vidáman meg, hát ugye itt vagyunk egymás között. No, mi volt ez a dolog, amiről még nem mondtam semmit? Aranykor pályázat, aranykor, kicsit így angolosabban, külön díj, illetve harmadik helyezés, hogyha ezt pontosan látom. Ez egy ilyen köztévés dolog volt, vagy valami hasonló? Így van, az MTV írt ki még tavaly az Arany 200-as évforduló kapcsán egy pályázatot, aranyverseket kellett megzenésíteni, lényegében ez volt a történetnek a lényege, és hát nagyon érdekes volt, hogy két héttel a határidő előtt hallottam a rádióban egyébként magát a spotját, és akkor összebeszéltünk itt a fiatalokkal, hogy alkossunk valamit, csináltunk egy dalocskát, és hát megmondom őszintén, hogy meglepett minket az, hogy várakozáson felül sikeres lett a történet. Nyilván a verseny az két ágon zajlott, volt egy ilyen Facebookos, lájkolós történet, ott sikerült egy harmadik helyet elcsípnünk, illetve hát ami talán szakmailag egy picit még inkább megtisztelő, hogy a zsűri az egyik külön díjat nekünk ítélt, ami majd Zamárdiban a Strand Fesztiválon lesz egy fellépés. Aha, na, jól hangzik. Akkor készültök már nyilván erre, a fellépésre. Igen, meg ide igazából nem csak hárman megyünk, hiszen ez a zenekarnak csak egy kis része, egy töredéke. És oda már a 10x fős csapatunk megy, tehát készülünk. Na nyilván 10 éltek amúgy is, bár nem hiszem, hogy eddig pont Arany János verseket zenésítettetek meg, de lehet, hogy igen. Volt már több ilyen vers megzenésítés igazából, viszont azok nem sajátok voltak, hanem általában egy kávészünet feldolgozás, de azokat is nagyon szerettük. Hát nyilván ezért csináljátok, mert azzal nem is lehet sikert elérni szerintem, amit valaki nem szeret, nem? Csak megcsináljuk, mert most ezt találták ki, hát jó, megcsináljuk, de az úgy nem fog működni. Milyen zenei stílusban utaztok ti egyébként? Igazából mindenfélében. Rocktól kezdve még, néha még grunge is bekerül, de még leutóbb mondjuk egy Johnny Cash, vagy mondjuk egy Eurosmith, tényleg nincs határ, úgymond ebbe. Ilyen fúziós tartalma. Igen. Még valami hasonló. Aha, és akkor ez az Arany János ötlet, amikor felvetődött, akkor a tanár úrtól ez itt megfogott titeket rögtön? Tehát azt mondtátok, hogy de jó, csináljuk? Meg igazából ez nagyon, nagyon érdekesen hozott, meg nagyon, nagyon jól jött ez így nekünk, mert hogy így tanár úr csak így, ugye tanár úr, ő rendesen tanárom is, mert egy informatikus. Ezért is írjuk tanár úrnak. És így megemlítette, hogy van ez a verseny, és hogy válogassak ki, vagy keressünk egy verset, amit nagyon könnyű meg tudna zenésíteni. És ez lett a Letészem a lantot arra Jánostól, és így már csak magától jött ez az egész. A kérdés az, hogy vajon hányan indultak ugyanezzel a verssel? Ezzel a verssel még egy csapat volt, azt hiszem. Nem volt ilyen nagy átfedése? Nem, gyakorlatilag 2-3 azonos vers fordult meg néhány esetben. De ez érdekes, azt gondolná az ember, hogy mindenki az ismertebbekhez nyúl, mindenki, nem tudom, az a 2-3-5-höz nyúl, és akkor ehhez képest ezek szerint nagyobb volt a felhozatal. Nagyon. Mennyien voltak például? Gyakorlatilag 100 fölötti pályázó volt egyébként, és abból, akinek ugye érvényes lett a pályázat, mert voltak ennek adminisztratív feltétele, és ez 65 pályázat jelent meg ugye az Aranykor honlapon, és akkor ott lehetett ugye két hétig hallgatni, illetve szavazni rá. Mondjuk az se kérdés. Milyen stílusok voltak még, akkor mondjál nekünk valamit, amit te láttál. Hát ez is nagyon-nagyon sokrétű volt, igazából volt rock. Volt olyan, aki igazából egy ilyen népdalként dolgozta fel ezeket a verseket, szóval... Egy verset szerintem könnyű akár rappelni is. Volt-e valamiféle rap megközelítés? Hát rappet konkrétan nem hallottam, viszont ilyen zenére felmondom stílusú volt. Tehát ilyen slam poetry jellegű? Igen, teljesen nagyon-nagyon sok. Mert az is volt. Megint azon adná magát. Igen. Aha. De akkor érdekesek voltak? Tehát találtatok jókat még a sajátotokon? Igen, voltak ilyen nagyon elektrós megzenésítéssel, tehát egy nagyon-nagyon ez a mai pop felé hajló. Igen. Ennek ez a lényege szerintem, ők is ezt akarták szerintem ebből kihozni, hogy mit lehet csinálni olyan szövegekből, amik nem annyira maiak. Igen, például mondjuk egy gyerekdal is nyert. A gyerekdalt is csináltak, aha. Persze.
ez megint adja magát, hát a megzenésített versek, nem tudom, Halász Judittól kezdve, vagy meg akár korábbról azért az eléggé létezik, vagy a Kaláka, vagy bármi más. Nem tudom, ilyen közönség szemmel, hogyha nézzük a felhozatalt, akkor ilyen tanári szemmel is akár egy picit keverve. Én azt láttam, hogy 10-12 erős dal volt a mezőnyben, többiek sem voltak rosszak nyilván, de ez a 10-12 dal volt, akire azt mondtam, hogy az szakmailag is komoly. És hát hál' Istennek az a szerencsés véletlen volt, hogy tartottunk tőle, később beszéltünk a szervezőkkel is, hogy ők is tartottak tőle, hogy esetleg egy Facebook like bajnokságban erős, de amúgy gyenge produkció befuthat, vagy több is akár az első helyekre, de valahogy úgy alakult, hogy egyébként zeneileg is minőségi dalok futottak be ezek elég, de volt például alternatív műfajú zenétől kezdve minden ebben egyébként. Azt még talán nem tisztáztuk, vagy csak én nem tudom, hogy ez kimondottan ilyen diákok, iskolák részére volt kiírva, vagy bárki jelentkezhetett? Bárki jelentkezhetett, csak az egy hát preferáciájuk volt, hogy ha lehet, akkor középiskolások is legyenek benne. Nem sokan voltak egyébként néhányan, de azt érzékeltük, hogy azért örültek nekünk, hogy mi is pályáztunk. Én ismert előadó esetleg, mert az is előfordul, ma már tehetségkutatóba is, hogy elmegy valaki, aki valamikor ismert volt, csak ma már éppen nem az, és úgy volt, hogy na majd akkor ezzel. Tehát valaki nem kapott kedvet hozzá, hogy na most én egy Arany Jánost feldolgozok és visszatérek. Nem, vízből kérdeztem. Nem, ennyire, tehát ilyen volt első vonalbeli előadót nem láttunk ott. Én is gondoltam, hogy nem lesz ilyen, de meg kell kérdezzem. Ma már nem lehet tudni semmit. És akkor a végén a műsornak itt lesz majd egy produkció tőletek, ez nyilván az lesz, amivel ti ott akkor ezt a harmadik helyezést elértétek. Így van. És akkor erről már beszéltünk, mert azt említetted, hogy milyen stílusokban nyomultuk ti úgy általában. De akkor ez a megzenésítés, ez milyen lett? Akkor mondjuk el előre, mit fog majd látni, vagy hallani. Írjuk körül. Mire készüljünk? Gergő, nagyon nézve, hogy segítsünk. Tehát ugye most igazából nem a versenydalt fogjuk hallani, hanem egy akusztikus kivonatát ennek. Ja, de az lesz, csak másképpen. Mert ugye a versenydal az egy, hát egy ilyen rockballada talán, azt mondanám végén, nagyon sírós, nagyon szomorú gitárszólótól kezdve mindennel. Tehát nyilván, ez eredetiben ez egy ilyen nagyobb zenekaros megszólalás. Így van, dob, basszus, gitárok, vokálok, stb. Igen. Így van. Na, hát ez nagyon más. Hogyha valaki ezt most megnézné, vagy mondjuk megnézi a műsor végén majd akkor ezt az akusztikus verziót, és azt mondja, hogy én kíváncsi lennék erre a nagy zenekaros verzióban, akkor azt ő hol fogja megnézni, vagy hol tudja? Nagyon egyszerű a dolog, hát ugye a YouTube-on minden fent van, szoktuk mondani. Ha az irinyi zenei keresőszavakkal rákeres, akkor ott a feltöltött videóink között megtalálja. És akkor ott lesz. És ráadásul videóink között, tehát több más dolgot is lehet majd tapasztalni. Ha valaki kedvet kap, akkor végig tudja ott ezt hallózni. Hát van nálad némi dolog, én gondoltam, hogy esetleg majd feleskülszünk rá, vagy valami, de ez inkább valami más lesz. Hát ezeket kaptuk, ezeket a szépségeket. Mindjárt meg tudjuk szerintem mutatni valamelyik kamerát. Mert hogy ugye arról nem esett szó, hogy az egyik díjunk az volt, hogy a tavaszi szünetben 3 napot nagy szalontán töltöttünk egyébként, ahol egy koncert keretében a többi győztessel együtt előadtuk a győztes dalainkat, meg egyebeket. Na, mennyivel jobb lett volna ugyanaz a Seychelles-szigeteken? Hát ezzel se volt baj szerintem. Ez jó volt. És ráadásul, ami még lényeges, hogy ezeket az okleveleket pedig az MTVA székházában vehettük át egy díjkiosztó kapcsán. Még talán a zsűriről nem beszéltünk, ugye szakmai zsűri volt nyilván, igen. Akkor ott voltak-e ismerős arcok, nevek? Ákos volt az egyik zsűritag, akkor Margaret Island, Wolfi, igen, illetve még a Löwenben Norbert, aki a nagy fesztiválok szervezője, ugye, ő volt az is. Hát ezt most megint egy ilyen érdekességként elmondom, hogy a szervezők elárulták, hogy a strandfesztiválos külön díjat az kifejezetten nekünk szerette volna felajánlani. Gondolkodtunk egy kicsit rajta, hogy ez honnan származik ez az ötlet, és hát eszembe jutott, hogy végül is ő tavaly benne volt, ugye a Szeretni még egy dalfeldolgozó pályázat zsűriben, ahol szintén sikerült egy díjat nyernünk, és onnan emlékezett ránk. Aha. Tehát a maga díj arra jött már létre, hogy ti ott vagytok? Hát vagy amúgy is lett volna ez, de talán lett volna, tehát ennyire azért ne legyünk hiúk későn teltek, de hogy ez kifejezetten ez volt a kérés. No, hát akkor egy ilyen típusú siker mit tud lökni még az embernek a, nem is az egóján, hanem mondjuk azon a vágyán, hogy ő akkor mutasson még magából mást, vagy máshol? Mindenféleképpen jó szerintem egy ilyen nyeremény, vagy egy ilyen győzelem, úgymond, hiszen
motivációnak, hogy igen, megéri ezt csinálni, és jó, és elismerik azt, hogy mi így zenélünk, és ez egy nagyon pozitív visszajelzés, én úgy gondolom, szóval mindenféleképpen megéri. De 10 évvel foglalkoznátok egyébként a további életetekben is, vagy ez inkább egy ilyen nagyon erős hobbi, de egyébként valami civil dolog, valahol foglalkoznátok? Én mindenféleképpen szeretnék majd egy rendes állást, egyébként vegyésznek tanulok, és amellett én nagyon szeretnék majd így zenével foglalkozni, és esetleg ilyen bárokban fellépni. Egyébként azt még szintén nem tisztáztuk, hogy mondjuk te mit csinálsz így zenekarilag. Tehát miért, nem tudom, énekes vagyok. Énekelsz, mert ezt még talán nem is vettük eddig gorcső alá, te pedig? Én gitárének. Gitárésen. Aha, jó. Akkor az azt jelenti, hogy mondjuk amellett, hogy vegyészkedsz majd napközben, akkor különböző jó hangulatú bárhelyiségekben te valamiféle... Igen, ezt így el tudom képzelni. Aha, és akkor még ilyen swinges jellegű dolgokat? Igen, az nagyon tetszik nekem. Aha. Jó, te is vegyész leszel? Vagy? Én informatikus irányba gondolkozok. Aha. Az mondjuk jó volt, elektronikus zenét lehetne esetleg valahol a kettőt ötvözni. Igen. Lehet, hogy ezt most is ezt teszed. Segítgetek így barátaimnak, akik ezzel foglalkoznak, de komolyabban nem, inkább maradok lehet, az ITM-nél. Még előbb-utóbb ez is előfordul. Tanár úr pedig biztos van valami hobbi zenekar, vagy nem is annyira hobbi? Ők a hobbi zenekar, de ez halál komoly. Tehát mondom, ahogy Fanni is mondta, gyakorlatilag több mint 10 vagyunk, és különböző formációban. Ez 0-24-ben kitölti a zenélhetnékemet, tehát gitározgatok, hangszerelgetek, ugye stúdiumokat végzek, tehát ezzel azért eltelik az idő. Eltelik. Jó, na hát köszönjük szépen, sok mindent végigvettünk, sok mindenről beszéltünk a dal kapcsán, majd akkor meg fogunk majd egy akusztikus verzióban hallgatni a műsor végén. Addig elengedünk titeket készülni, nem tudom, hangolni, bármit csinálni. Aztán jövünk még vissza. Köszönjük szépen még egyszer. És akkor egy pici bejátszás után folytatjuk mi is persze megint egy beszélgetős blokkal. Thank you.